Tulajdonképpen az IPOSZ mindig nagy hangsúlyt fektetett a V4 országaival való gazdasági együttműködésre. Különösen fontosnak tartjuk, hogy ez a térség az unión belül egy erős gazdaságot képviseljen, és így nagyon fontos azt is, hogy egymás tapasztalatait átvegyük. A mai konferencia egyik súlypontja pont ez, hogy felmérjük, hogy ők hogyan látják a digitalizáció kérdését, hogyan látják azt, hogy ebbe a kézműves ipar hogyan tud bekapcsolódni. Ezért is hívtuk meg egyébként az olasz és a német partnereinket is, hogy ők átadják azokat a tapasztalatokat, amelyek ezeknek a vállalkozói rétegnek szüksége van. Mi úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció egy elkerülhetetlen fejlődési folyamat, amiben be kell kapcsolódni a kis és mikrovállalkozásoknak is, hogy megőrizzék a gazdasági versenyképességüket, munkahely megtartó képességüket. Mi ebbe szeretnénk segíteni. Ezzel a felméréssel, amit ezzel kapcsolatosan ebbe a pályázatba végeztünk, erről készül majd egy tanulmány. A lehetőségeket is felsorolva természetesen azokat a tapasztalatokat, amelyik külföldről jön, és ezt a tanulmányt szeretnénk majd átadni az ipartestületeinknek, iparosainknak, illetve hát maguknak a döntéshozóknak, hogy lássák ezeket a tapasztalatokat, hogy hogyan lehet tovább fejlődni. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan képzések legyenek, amelyeket elérnek ezek a mikro és kis vállalkozások, hiszen a hazai vállalkozások több mint 90%-a mikrovállalkozás, és bizony nekik fel kell készülniük erre. Már csak azért is, mert a rendszerváltáskor kialakult vállalkozói réteg ma már kezd el öregedni. Szembesültünk ugye a generációváltás problémájával. A fiatalok nem igazán szeretnek vállalkozni, és még nem nagyon szeretnék átvenni a családi vállalkozásokat, tehát ezt is meg kell oldani. Az idősebb vállalkozóink viszont még nem szívták magukkal az anyatejjel együtt azt a számítógépes ismereteket és egyebet, amit a mai kor követelménye viszont ő eléjük tár. És így ezekben mindig is hangsúlyoztuk a kormányzat és az egyéb döntéshozók felé, hogy nagy szükség lenne arra, hogy ezek a mikro és kis vállalkozók megfelelő képzést kapjanak.